Hát sziasztok, miközben gőzerővel figyelünk arra, hogy a magyar válogatott minél jobb teljesítményt érjen el csoportjában, illetve a csehek elleni válogatott mérkőzésre készülünk. Aközben klubcsapatainknál vannak változások. Az egyik hír az, hogy a Mezőkövesnek végre újra megengedte az UEFA azt, hogy igazoljon, tehát esetleg olyan szerződések, amik már korábban elő voltak készítve, alá voltak írva, azok most érvényesek lehetnek. És ha már ebben a régióban vagyunk, akkor emeljük ki a fő témát, ugye a Diós Győr csapatát, amely hihetetlenül megerősödött a nyáron, nagyon okosan és jó minőségű játékosokat igazoltak, a magyar mezőnyhöz képest mindenképpen jó minőségű játékosokat, így a Diós Győr, ha veszít, akkor is jó játékot játszik, s ennek a rendkívül népes szurkoló tábornak, amely Magyarország második legnagyobb szurkoló tábora, tulajdonképpen végre kiárt már az, hogy legyen egy olyan csapata, amelyik a felsőházban van. Az, hogy ezen belül majd mit fog elérni, az nyilvánvalóan erősen összefüggésben van azzal, hogy ez a sokféle játékos, ez hogyan tud összeérni. De ennek a sokféle játékosnak a minősége, hogy tegyek egy összehasonlítást, ami értelmezhetővé teszi a helyzetet, jól értelmezhetővé teszi, azt tudom mondani, hogy amikor a Kisvárda a csúcson volt, és valóban nagyon remek játékosok játszottak benne, akkor sem érte el azt a játékos minőséget, amelyet most a DVTK elért. És ezt még fokozza, mert hogy újraérkezett egy játékos, Franchu, azért nézek fölfelé, mert ugye itt vannak a jegyzeteim, egy 25 éves argentin, de Spanyolországban játékossá váló csatár, aki hát igen-igen remek, főleg jobboldali futó, de baloldali futót is tud játszani. A Real Madridban nevelkedő játékost hát eléggé sokszor kölcsön adták, a Real Madridba bejutni azért nem könnyű. Most itt ilyen hülye vicceket mondhatnék, hogy pajszerrel, meg nem tudom, ilyen kódfejtővel könnyebb bejutni, mint játékkal. Tehát ez nem egyszerű történet, úgyhogy a La Ligába adták őt kölcsön, 20-tól gyakorlatilag folyamatosan. A Fuenlabrada-ban játszott 32 meccset, az Eibar-ban, ami egy jó nevű második ligás csapat, 8-at, és aztán pedig a Cartagena-ban játszott 27-et, tehát sokat játszik, és bizony egy abszolút megbízható gyors. És hát amikor a hátvédek elindulnak fölfelé, akkor ő szívesen kaszálja el őket, meg szívesen lép be eléjük, tehát nem egy ilyen félős típusú játékos. Úgyhogy az utóbbi helyszínen, a Cartagenában különösen sok sárga lapot kapott, de hát a Diósgyőrnek arra van szüksége, hogy legyenek olyan játékosok a Pozsegh Vánkász mellett, akik képesek beadni az Edonvodzsinak és éppen annak a középcsatárnak, aki van. Hát ugye a Lukácsnak nagy kihívás ez a játékos, de ez igazából nem nagy kihívás, mert más dimenzió, tehát a Franchu sokkal jobb játékos, mint a Lukács, viszont ösztönözheti a Lukácsot jobb teljesítményre, ez teljesen egyértelműen mondható, úgyhogy látja a Kuznyecov, hogy meg a Diósgyőr menedzsmentje, hogy hol kell erősíteni, ez nagyon jó hír, és meg is oldja ezeket a kérdéseket. Franchunak ez az első olyan országa, ami nem a spanyol-argentin nyelvterületen van, tehát egy kicsit a komfortzónájából ki kell lépnie, de ott van a Valério, akivel majd jól el fog beszélgetni, és hát a focinak a nyelve az nemzetközi, tehát én nem féltem. Úgyhogy Diósgyőr ezzel az igazolással is jelezte, anélkül, hogy kimondaná, anélkül, hogy nyilatkozatokban elmondaná, hogy ő a bajnoki cím felé igyekszik, és minél magasabban szeretne szerepelni. Ez meg nekem nagy öröm, mert én a Diósgyőr játékának már akkor azóta vagyok szerelmese, amióta a Veréb Szántó Salamon és a többiek játszottak. Hát ez egy csodálatos csapat volt, és azt hiszem, tehát Szabó Gézának hívták az edzőjüket, de a Lakat Karcsi bácsi sokat berakott közülük az olimpiai válogatottba, meg a válogatottba. Szóval az egy igazán nagyon jó Diósgyőr volt, ez kisgyerekkorom egyik első nagy csapata volt, és azóta hát mindig várom, hogy jobb Diósgyőr szülessen meg. Erre most nagy esély van, mert most nem a trash játékosokat szedték össze, hanem tényleg egy színvonalas csapatot állítottak össze Kuznyecov mellé, alá, hozzá. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha egyetértesz, akkor is iratkozz fel a csatornámra, segítsd a munkámat, szuper köszönetet nyomj meg, vagy segítsd a videó alatt, tehát a számlaszámon, hajrá Magyarország, hajrá Diósgyőr,
Jó Isten áldjon meg mindenkit.